Ez is csoda, hogy... Na, itt vagyunk Kelemen Jani barátunk, és Zita meghívott minket egy évzáró buliukra. Nagyon szépen köszönjük. Hát valószínű, ez nem lesz nekem olcsó. Nem, mert nem mondtam se, hogy neked kérdés. Nóri Dráránk itt van, jövő héten együtt utazunk Szlovákiába. Ugye? Egy jó kis helyen vagyunk Póton. Együtt. Kérem, amit isteni bárányragú levest tettem, és Niki evett fokhagymás levest, hát a Jani nem tudom miket kapott, de valami gusza. Isteni finom kaják vagyunk, Pót külső részén vagyunk valahol, de nagyon gusza hamikák. Valami, ja igen. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Igen, én megkérdeztem őt, hogy ő szeretne vezetni, vagy én, vagy ő, vagy fordítva. Azt mondta, hogy vezet. Háromszor megkérdeztem, aztán így volt. Na, itt van Nóri drágánk, aki úgy imádta a sanszot, de most egy gyönyörű sárgával fog jövő héten versenyezni. Ugye az első kis ügyesség, Róbeleki Motesicére megyünk. Motesice nekem azért érdekes, a Jani barátomnak mondtam, hogy onnan, még fénykoromban, onnan béreltünk egy... Még egy stand-upot, ahelyett, hogy ennyi. A Brizanta nevű kancámat. Nagyon finom. Nagyon finom, és köszönöm szépen a kiszolgálásom. Azt mondták, hogy milyen kiszolgálásom van. Innen voltak a reklamáció. Na jó. Bizantában minden megnyertem. És oda megyünk Motesicére, ahol a telivér tenyésztés, hát futtatni nem futtatnak, az biztos. Na mindegy. Na úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, és még egyszer köszönjük szépen a meghívást. Kiváltképp Kelemen Janinak és Zitának. A régen, amikor megfizetsz, akkor is ezt mondjuk. Köszönjük szépen, hogy fizetett. Ilyenkor szokott nekem egy hirtelen hívás lenni, ugye fizetés előtt. Mentő, rendőrautó, sziréna, egyebek. Kiszaladt a kiskutya az útra, sajnos arra kell menni. Na úgyhogy pusz nektek, hamizom. Jó étvágyat.